Jó estét kívánok nézőinknek! Önök a Tatai Televízió Tallózó című műsorát látják november 27-én hétfőn. Adásunkban beszámolunk önöknek az elmúlt hét legfontosabb eseményeiről. Tartsanak velünk! November 20-ai hétfői híradónkban láthatták, hogy tudományos műhelyi konferencián ismertették az elmúlt egy év legjelentősebb kutatásait, eredményeit a megyei múzeumok munkatársai. Valamint ugyancsak hétfői híradónkban láthatták azt is, hogy közös sétával hívták fel a figyelmet a mozgásszegény életmódra a Testnevelési Egyetem hallgatói szakmai gyakorlatuk keretében. A történészet, régészet, néprajz, geológia és képzőművészet területén elért kutatások és eredmények bemutatóját szervezte meg a Kunidomokos Múzeum. Már hatodik alkalommal várták a megyében tevékenykedő szakembereket egy közös eszmecserére. Abban gondolkodtunk, amikor elindítottuk ezt a konferenciasorozatot, hogy az intézmények közötti együttműködésnek, a közös kutatásoknak tudja majd az alapját megvetni, és bizonyos területeken ez már látszódik, de az biztos, hogy minden érdeklődő számára és minden munkatárs számára lehetőséget biztosít arra, hogy lássa, hogy melyik intézményben melyik kutató mivel foglalkozik, és adott esetben ezekkel a kérdésekkel, szakismeretek bővítésével már sokkal könnyebb fölvenni a kapcsolatot az illetővel és bővíteni a kutatási területeket. Én azt gondolom, hogy ez nagyon nagy előrelépés minden esztendőben az intézményünk számára is, épp úgy, mint a közönség számára is, és a korábbi éveknek megfelelően az idei esztendőben is kifejezetten egy Tata történetére fókuszáló szekcióülést is összeállítottunk, ahol hát mondhatnám, hogy a legújabb eredményeket mutatjuk be, de ezek között lesz 1979-ben föltárt ásatás eredményének az ismertetéseire is, amely aztán tényleg időszerű volt, és más olyan újabb ismereteket, amelyeket az idei esztendőben a Tatai Múzeum, illetve az Eötvös Loránd Tudományi Egyetem hallgatói tártak, fölkutattak ki a számunkra. A megyében történő múzeumokhoz kapcsolódó, régészethez kapcsolódó témákban a Tatai Múzeumnak kiemelkedő szerepe és felelőssége van. Éppen ezért egy nagyon szép dolog, hogy most már a hatodik alkalommal egy olyan konferenciát szervez a múzeum, amiben a megye múzeológusait, régészeit, múzeumi dolgozóit gyűjti össze, és a különböző évközben megoldott és megtalált kincsekről, a különféle kutatások eredményeiről egy nagyon széles átfogó képet tudnak rajzolni. Itt egy olyan tudáscsere történik meg, ami már túl van az ötletcserén, mert már itt mindenki elvégezte a munkát arról, azt a munkát, amiről itt beszámol. Én szeretném megköszönni ismét Meyer Richard igazgató úrnak ezt a mozgalmas feladatvállalást, hogy ennek a konferenciának a szervezését is évről évre bevállalja a múzeumunk, és nagyon örülök, hogy a megye kiemelkedő múzeumainak vezetői itt vannak és előadnak, és egymást megtermékenyítik a tudásukkal, megerősítik a megye múzeumi tudását, és a régészettel kapcsolatos újabb felfedezéseket ismertetik egymással. Évről évre újabb eredményekről és előkerült leletekről számolhatnak be a Vitányvárnál feltárást végző régészek. Az ásatás 4 évvel ezelőtt indult, és eddig a vár 10%-át sikerült feltárni. Az utóbbi időszak újdonságairól László János vezető régész tartott előadást a műhely konferencián. Természetesen minden évben újabbnál újabb eredmények vannak a várnál, hiszen a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával mindig újabb és újabb pályázati pénzösszegekre teszünk szert. Az idén több négyzetméter területet tártunk föl, nagyon sok köbméter földet megmozgattunk, új épületszárnyakat tártunk föl, és ami eredménynek számít a vár feltárása során, nagyon sok faragott kőemléket találtunk, amelyek nem csak reneszánszkoriak, hanem a korábbi építési periódusból származók, azaz gótikusak. A régészeti kutatásokhoz számos többletinformációt adhat a geológia is.
Egyre több ásatásra sikerül kijutnom és mintát gyűjtenem. Ugye eddig néztük Ácson, ugye László Jánosnak az ásatása volt, aztán ami nagy falat volt, ami az első ilyen nagyobb megmérettetés volt, az ugye a Szent Balázs templom, ami a Kossuth téren került elő, aztán idén a környei szarkofág és Vitányvárnak az építőkő és habarcs mintái, és hát nagyon remélem, hogy időben előre egyre több épületet lesz lehetőségünk itt a mennyében megvizsgálni, amit kitűztünk célnak, hogy a középkori épületek, ami a Szent Balázs templommal és Vitányvárral nagyjából egy korban előfordul a megyében, ezeket tudjuk megnézni, és hogy hát ha egy ilyen hasznos adatbázist fel tudnánk építeni, hogy ebben a korban milyen építőköveket használtak, milyen habarcsokat, hát ha ebből valami izgalmas dolog kijönne, hogy mindenki mondjuk saját recept alapján készítette az épületeit, a saját bevált építőkő típusait használta, vagy pedig esetleg volt valami olyan bánya, ami mondjuk mindenkinek szolgáltatta az anyagot. Tehát erre vagyunk kíváncsiak, aztán reméljük, hogy lesz eredményünk is ebből. A konferencián sok, kifejezetten tatai információ is elhangzott, így a tatai malmokról is készült egy előadás. Igazából először úgy gondoltam, hogy átfogó jelleggel készítek egy előadást, de aztán ez túl általánossá vált volna szerintem, úgyhogy inkább egyetlen egy malmot választottam ki, ez pedig a most amúgy is aktuális témának számító jenőmalom volt. És a jenőmalom témájára, történetére próbáltam felhúzni olyan szálakat, amilyen problémák különböző más malmok esetében is előjönnek. Tértve a technikai feltételeket, a bérlők feltételeit, egy rettentően szerteágazó téma. A kutyusok és az ideiglenes gazdik is élvezték a sétát, a borús idő ellenére is vállalták néhányan, hogy a testnevelési egyetem hallgatóinak kezdeményezéséhez csatlakoznak. A programot a diákok szervezték a nyugdíjas klub tagjainak, a kirándulásra a tatai állatmenhely mentett lakói is elkísérték őket. Mi a testnevelési egyetemnek a masterképzős rekreációs hallgatói vagyunk, és ez a fél évi gyakorlatunknak egy része. Tanárunk inspirált minket elsősorban, de mi is magunkévá tettük ezt az egész történetet. Én azt gondolom, hogy nagyon pozitív dolog mind a két rész, vagy fél szempontjából az egész dolog. Mind az idősebb korosztály, mind a kutyák mindenképpen mozgásszegény életmódot hajlamosak élni, amit mi szeretnénk kompenzálni ezzel az egész dologgal, és valamennyire interakciót kialakítani a kutyák és az idősebb korosztály között, játékos, sétálós, igazán ez egy kísérlet, tehát még nem tudjuk mi se, hogy hova fog ez jutni, mi szeretnénk ebből egy komolyabb programot csinálni, hogy úgy gondolom ez az ősbemutatója ennek az egésznek, úgyhogy ez az első kísérlet, kb. Fél órája vagyunk benne a programban, de eddig nagyon pozitív minden, és mindenki nagyon szereti. Az együttműködéssel hosszabb távon is terveznek. A következő hasonló programra már csak tavasszal kerül sor, hogy még többen csatlakozhassanak a jótékony sétához. Nekem is volt kutyám valamikor, és nagyon jó ő nekik is azért a szeretet. Én a szeretetet érzem ezekbe is, hogy úgy magunkhoz nőnek, mi is adunk neki szeretetet, ők is nekünk, a nagyon kedves, aranyos kis kutyusok. És olyan türelmesen jönnek, mennek velünk. Én nagyon sokat javasoltam, hogy ne a tévé előtt üljenek. Jöjjenek, menjenek a városba, és jöjjenek be klubokba, jöjjenek látogatni kutyusokat, menjenek menhelyekre. Én sokat megyek Tatabányára menhelybe. Direkt csak azért, hogy megnézem a kutyusokat. A nyugdíjas klub tagjai és a hallgatók a fényes tanösvényen folytatták a túrát, a kutyusok pedig a szokottnál hosszabb séta után a menhelyre tértek vissza pihenni. Az értéktár működéséről szóló fórumon ismertették a megyei és városi értékeket, az eddig elért eredményeket és tapasztalatokat a Magyari Zoltán Népfőiskolai Társaság programján. Erről szóló összeállításunkat november 21-én kedden láthatták. Ahogy azt is, hogy megkapták a szalagot a tatai református gimnázium végzősei, az ünnepséget, mint minden évben, most is a református templomban tartották. Fórumot rendezett a Magyari Zoltán Népfőiskolai Társaság a Települési Értékbizottságok tagjai számára, amelynek fő célja a tapasztalatcsere volt. A Települési Értéktárbizottság működik Tatán, amelynek három tagja van, Dinga László, Pecke Ferenc és Jómaga. A bizottság az önkormányzati testület megbízásából működik, és fő feladata a beérkező javaslatoknak, az beérkező formális értékek javaslatainak az elbírálása, és ezeknek a adott esetben a Megyei Értéktárbizottság felé való továbbítása is. Azt gondolom, hogy a mi munkánk az
leginkább most még abban teljesen kell, hogy kiteljesedjen, hogy minél szélesebb körbe felhívjuk a figyelmet arra, hogy értéktárbizottság működik Tata településén is, és hogy ezeket az értékeket egy egyszerű formális adatlapon a javaslattevőnek kell eljutatnia az értéktárbizottsághoz, és így kerülnek az értékek a törvénynek megfelelő rögzítésre. Bízom benne, hogy ez az alkalom is alkalmas lett arra, hogy a helyi szervezetek és az érdeklődő civilek is ezt követően tollat ragadjanak, és a számukra fontos kulturális, szellemi örökségi termék, épített műszaki, és nem tudom végig felsorolni, szabadidős értékeket a bizottságunk számára javasolják. 14 talán, ha jól emlékszem, most azon értékek száma, amelyeket beigyeztettünk a megyei értéktárba, és be is jegyezték. Ezen túlmenően van még jó néhány, amelyikek készülnek arra, hogy továbbküldésre kerüljenek, és van nagyon sok olyan értékünk, amelyeket mi tataiak tartunk értéknek, de mondjuk már megyei vonatkozása nincs. Ebbe szellemi kincs, épített örökség, természeti szépség, mind-mind megtalálható, és ennek a folyamatos bővítéséért felel ez az értéktárbizottság. Abban a nehéz helyzetben vagyunk, amiben az őseink nem voltak, a régiségben nem volt ilyen, hogy értéktárat kellett létrehozni, mert minden érték volt. Mai világunk, sajnos legyünk őszinték, tele van szeméttel. És ebben a szeméttengerben kell kiemelnünk és észrevennünk az igazi értékeket, amelynek van olyan üzenete a mai élő ember számára is, hogy annak van értelme azt megőrizni, vigyázni, folyamatosan letakarítani, lepucolni, most képletesen értve, és a mindennapi életünkbe beépíteni. A fórumon egy komplex képzőprogramról is beszámoltak, amelyet a Magyari Zoltán Népfőiskolai Társaság állított össze fiatal felnőttek számára, és amelyhez pályázat útján lehet kapcsolódni. 6 hónapon keresztül heti 20 órába szeretnénk olyan képzési tanrendet biztosítani a számukba, amiben hasznos dolgokat is kapnak, B-kategóriás jogosítványt szerezhetnek, olyan képzést adunk, ugye egy elméleti és gyakorlati képzés lehetőséget, nyelvvizsga lehetőséget, azt gondolom, hogy ez minden fiatalnak egy nagyon komoly angol vagy német nyelvvizsgát tehetnek le ebbe a 6 hónapba. És a listánkban szereplő, 9-10 fős listánkban szereplő OK-i szakok közül 3-at választhatnak. Ez az alapkompetencia, amivel úgy gondolom, hogy konkrét olyan képzést tudunk adni, ami használható, és ezt ötvöznénk az önkéntes, közösségi szolgálatos tevékenységgel, hiszen Tata városába szeretnék ezt a projektet megvalósítani, mind a képzést, mind az önkéntes közszolgálati munkavégzést. A Tata városába, azokat az intézményeibe, a város intézményeibe, ahol közösségi szolgálattal kapcsolatos közszolgálati tevékenységet végeznek, és ezt szeretnénk még ötvözni azzal, hiszen nem mindenki fog esetleg dolgozni menni, lehet, hogy valaki vállalkozónak adja a fejét, tehát olyan vállalkozási, munkajogi, munkaegészségügyi ismereteket is szeretnénk ebbe a 6 hónapba, heti 20 órába oktatni a leendő diákjainkkal, ami úgy gondolom, hogy az egész életpályukra meghatározó tudást adhat. Visszakanyarodva a magyarihoz és egy 70-80 évvel ezelőtti tevékenységéhez, az akkori tatai népfőiskola, Tata környéki falvaknak a fiataljait képezte bentlakásos módon, amivel gyakorlatilag saját megéletésüket, olyan tudást adott, hogy saját megéletésüket tudják biztosítani. És nagyon fontos az, hogy a Magyari Zoltán Népfőiskola Társaság szintet tud lépni, a korábbi évtizedekben nagyon fontos értékes közösségszolgálatot végzett, hiszen az eleink által megteremtett szellemi, kulturális értékeket népszerűsítette, továbbadta, megismertette a fiatalabb nemzedékekkel. Most viszont az értékteremtés útjára lép, némi pályázati segítséggel, kormányzati és Európai Uniós támogatással több 100 millió forintot tudnak felhasználni arra, hogy helyi vezetőket, mentorokat képezzenek ki, akik azokkal a fiatalokkal tudnak foglalkozni, akik már befejezték a középiskolai tanulmányaikat, nem tanulnak tovább főiskolán vagy egyetemen,
és még el sem tudtak helyezkedni, annak fejében, hogy hetente 20 óra közösségi munkát vállaljanak, olyan közösségi munkát, amelyet kulturális intézményben, szociális vagy egészségügyi intézményben lehet eltölteni, ezzel olyan területeket is meg lehet ismerni, amelyek esetleg a későbbi pályaválasztásnak a nehézségeit is tudják majd enyhíteni a fiatalok életében. Emlékezetes és megható pillanat jött el a református gimnázium végzőseinek életében. A felnőtté válás ugyan még messze van, de a feltűzött szalag már ennek az új kezdetnek a jelképe. A szalagavatóra diákok és tanárok is nagy izgalommal készülnek minden évben. Egyrészt nagy öröm volt készülni a mai napra, másrészt pedig egy kicsit szomorú szívvel, mert már a véget, a ballagást idézi a gyerekek részéről ez a mai nap, a szalagavató. Nagyon sokat készültek a gyerekek, én igyekeztem a háttérben maradni, de úgy gondolom, hogy nagyon jól sikerültek a műsorok mind a három osztály részéről. Most jön még a legnagyobb megmérettetés, a tovább tanulásra való jelentkezés a gyerekeknek. Ez nagyon-nagyon fontos lesz, a szalagavató után a második legfontosabb a 12. évben, és aztán utána pedig a ballagás, és végül az érettségi. Idén is az elmúlt évhez hasonlóan három osztályunk végez ABC osztály. Ez a 10. szalagavató a Tatai Református Gimnáziumban. Új oldala, hogy most elkészült már a városi sportcsarnok, és így nem kell olyan messzire vinni a két részt egymástól. Az ünnepély az nekünk mindig itt van a templomban, és hát utána a bál most a szomszéd városi sportcsarnokban kezdődik. Diákokról rengeteget készültek, nagyon izgultak, voltak ruhapróbák, voltak műsorpróbák, voltak táncpróbák. Én meg csak próbáltam tanítani, de nekem az nem ment most. Úgyhogy még egy pici izgalom van bennük, most már a fele izgalom elhagyta őket, mert a műsorukat bemutatták. Ők már egy picit a mi gyermekeink is, és néha, amikor beszélek róla szülőkkel, akkor a gyermekeik helyett a gyermekeink szót használom. Talán egy picit tudatos nyelvbotlás ez, szívünkhöz nőnek, és bízom benne, hogy egy picit elvisznek belőlünk. November 22-én szerdán vagyonvédelmi konferenciát szerveztek a Gottwald Hotelben. Erre várták a szakembereket, erről szóló összeállításunkat aznapi híradónkban láthatták. Ahogy azt is, hogy szép tatai sikerek születtek az idei bójai anyanyelvi csapatversenyen, melynek eredmény hirdetését a Vaszari iskolában tartották. Az idén 20 éves Derik Hungária Kft. Igyekszik lépést tartani a fejlődéssel. Vagyonvédelmi kérdésekben muszáj napra késznek lenni a megyében dolgozó szakembereknek, ezért is szerveztek konferenciát, amelyen az aktuális kérdésekről beszélgettek a résztvevők. A vagyonvédelmi konferencia egy olyan ötlet alapján valósult meg, hogy gyakorlatilag a vagyonvédelmi szakmát is érinti egyrészt a munkaerőhiány, másrészt pedig az automatizáció, és gyakorlatilag egy ipari forradalom előtt áll ez a szakma is. Igazából ezt szeretnék egy kicsit bemutatni a konferencia hallgatóinak, hogy mennyit változott a vagyonvédelem, illetve a céljunk, a Derik Hungária Kft. 20 éves ebben az évben, és egy picit azt is bemutatjuk, hogy az eltelt 20 év alatt mennyit változtunk, mennyit fejlődtünk. A mesterséges intelligencia a vagyonvédelem területén is belépett, gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy a videórögzítők önmagukat állítják be. Itt az a fontos, hogy azokat az eseményeket, amikor nem történik semmi, mondjuk amikor a falomját lengeti a szél, akkor ez ne kerüljön rögzítésre, mert ezeket a holt időket felesleges rögzíteni. A mesterséges intelligencia azt teszi, hogy a világon a rögzítőkből képmintákat töltenek fel egy felhő alapú szoftverbe, és ez a szoftver küldi le ezeket a beállításokat. Ezt úgy kell elképzelni, hogyha egy falombja Shenzhenbe, vagy Tokióba, vagy Amsterdam, vagy Berlinbe nem probléma, hogy mozog, akkor vértesszősön, tatabányán se, és gyakorlatilag ez a jövő a vagyonvédelemben. A megyei vagyonvédelmi cégek a hatékony bűnmegelőzés érdekében szoros kapcsolatot ápolnak a rendőrséggel is.
Az elmúlt évek tapasztalatai alapján tökéletesen jó összhangban vagyunk a vagyonvédelmi vállalkozásokkal. Azonos céljaink vannak, azonos problémákat kell leküzdenünk, és a konkrét ügyek tapasztalatai alapján évek óta folyamatosan tudjuk csiszolni ezt az együttműködést, és egyre hatékonyabban, egyre eredményesebben tudunk a bűnelkövető személyek ellen fellépni. A prezentációm egy része az arról szól, hogy hogyan alakult itt az elmúlt 8 évben a bűnügyi helyzet a Komárom-Esztergom megyébe. Örömmel teszek ennek eleget, mert sikerekről és szakmai sikerekről tudok beszámolni. A bűncselekmény szám majdnem felére csökkent a 8 év alatt. Évről évre egy nagyon kedvező tendenciát tudunk bemutatni, és emellett a nyomozás eredményességi mutatóink pedig fordított arányba emelkedtek, úgyhogy én úgy gondolom, nagyon hatékonyan tudunk összefogva természetesen fellépni a bűnelkövetők ellen. Évről évre egyre több diák jelentkezik a bójai anyanyelvi csapatversenyre. A felmenő rendszerű megmérettetés megyei fordulóját több mint egy évtizede a Vaszari János általános iskola szervezi. Mi Tatallyal körülhetünk, a Jászmin iskola két kategóriát megnyert, a harmadikas és negyedikes korosztályt, illetve nyolcadikban pedig a kőkutaratott diákjaival. És aminek én személy szerint örülök, hogy a többi első helyezés megoszlott a megyében. Tehát sok-sok iskolának lesz most boldog gyermeke. Nagyon népszerű ez a verseny. 19 tanteremben versenyeztünk, összesen 145 csapat volt, ami azt jelenti, hogy több mint 600 gyerek vett részt az első fordulón. Nagyon készültek erre a versenyre, meg is látszik a szép eredményeken. Már több mint 10 éve miénk ez a verseny a matematika mellett, és ugye februárban majd lesz a természettudományos bójai verseny is, annak is mi adunk helyszínt, és két versenynek, a matematikának meg a magyar versenynek mi adjuk a díjkiosztó helyszínét is. Az iskolánkból a harmadik és a negyedik évfolyamon is minden osztály készült, magán a versenyen két harmadikos és két negyedikes csapattal vettünk részt. Az előző évek feladatai fenn vannak a neten, ezeket töltögettük le, megyei feladatból is sokat csináltunk, és egy kicsit kitekintettük az országos feladatlapokat is megoldottuk, hogy olyan jellegű feladatokkal is találkozzunk. Kapcsolódnak a tananyaghoz is, de azért egy bizonyos általános műveltséget is igényelnek, akár a gyerekek szókincsét, szólás, közmondás ismeretét. A feladat lapokon azért előfordulnak többször hasonló jellegű feladatok, tehát ez a felkészülést azért tulajdonképpen megkönnyíti, de azért előfordulhat, hogyha egy-egy mesével, amire mi esetleg nem tudtunk korábban készülni, szólás, közmondással esetleg találkoznak. Mi tavaly megnyertük a megyeit a harmadikos osztályommal, és az országos versenyen pedig 10. helyezést értünk el. Nagyon jó volt, nagyon vártuk, nagyon izgultunk. Ott már ugye van egy szóbeli fordulója is, illetve egy ilyen kis színdarabbal kell készülni. Hát az első 6 jut odáig, hogy elmond, a szóbelire is készülhet mi, úgyhogy a 10. voltunk, így tulajdonképpen csak a színdarabunkat mutathattuk még meg, de így, mint kisiskola, azt gondolom, hogy így is nagyon szép eredmény volt tőlünk. A Jászmin iskola csapatai ismét bizonyíthatnak az országos fordulóban, hiszen a 3. és 4. évfolyamon is ők bizonyultak a legügyesebbnek. Az első világháborúban életüket vesztett magyar katonák hősi emlékművét újították fel az Almási úti temetőben. Erről szóló összeállításunkat november 23-án csütörtökön láthatták. Ahogy azt is, hogy alsó tagozatos diákoknak tartottak hagyományosnak számító közmeghallgatást a Városházán, illetve Szakács Zsuzsa első könyvének bemutatójára várták az érdeklődőket a Móri Zsigmond városi könyvtárban. Ugyancsak csütörtöki híradónkban láthatták azt is, hogy elkezdődött a beiskolázás időszaka, a Talentumban nyílt napon várták az érdeklődő szülőket. Az első világháborúban életüket vesztett magyar katonák hősi emlékművének felszentelésére és megáldására várták a tataiakat az Almási úti temetőbe. Tataváros önkormányzata pályázati forrásból újította fel az emlékhelyet. Az első világháború elhunytjainak és hőseinek állított temetői emlékhelyekre írt ki pályázatot a Honvédelmi Minisztérium, a magyar kormány tulajdonképpen, és erre nyújtott be Tata városa is egy pályázatot, amiben azt kértük, hogy azt a városunkban méltóan fölállított emlékhelyeket, kereszteket vagy névsort is tartalmazó emlékhelyeket újíthassuk föl, amelyek a Almási út, illetve a
környei úti temetőben megtalálhatóak. Ezt a kérésünket támogatta a minisztérium, és ennek volt az a következő lépése, hogy egy nagyon szép felújításon eshettek át ezek az emlékhelyek. Köszönet a szervezőknek, a kivitelezőnek, azoknak is köszönet, akik korábban már tudva azt, hogy az első világháború 100 éves évfordulóját kellett végigélnünk emlékeinkben. Többen is, magánszemélyek is adományt adtak erre a célra, nekik is nagyon köszönjük. Sok olyan emlékhely van a városnak, amely olyan hősöknek állít emléket, akik valamikor nem csak az életüket, hanem a vérüket is áldozták a tataiakért, a magyarságért, a magyar hazáért. Alapvető kötelessége mindegyikünknek az ő emlékük méltó őrzése és az emlékhelyeiknek a méltó szépen tartása. Ebben igyekeztünk most tenni, és nagy örömünk az, hogy ma ezt a városban működő egyházközségek lelkipásztorai megáldották, és közösen megkoszorúzhattuk. Én úgy gondolom, hogy minden egyes katonai szervezetnek, a dandárunknak is, helyőrségünknek is az igazi ereje az a hagyományaiban rejlik. A hagyományokhoz pedig hozzátartoznak mindazok a katonák, katonapolgárok, akik egy-egy helyőrségben a korábbi háborúk, konfliktusok során az életüket feláldozták ezért a hazáért, és nyilván a szürke pártiáért is. Én úgy gondolom, hogy minden ilyen alkalmat meg kell ragadnunk nekünk is, hogy kifejezzük a tiszteletünket és emlékezzünk rájuk. Az ünnepi beszédeket követően a történelmi egyházak képviselői megáldották, majd a jelenlévők megkoszorúzták az emlékművet. A legkisebb tatai lakosok véleményére is kíváncsi a városvezetés, így évente szerveznek közmeghallgatást általános iskolások számára. A Városházán 1-től 6. osztályos korig várták a gyerekeket, akik előre megfogalmazott problémáikat, észrevételeiket tárták a képviselők elé. Tata a gyermekbarát város, éppen ezért fontos, hogy a gyerekek elmondják véleményüket, mi az ő véleményüket magunkévá tegyük és beépítsük a politikai életbe, az életbe, Tatán, a társadalmi rendbe. Ezért minden évvel megtartjuk ezt a rendezvényt, most az 1-től 6. osztályosig vártuk a tanulókat. Szeretnénk, hogyha elmondanak, mi az, ami tetszik nekik a városban, mi az, amit szeretnének látni még itt a városban, mit hogyan kellene fejlesztenünk. Ezért készültem nekik egy előadással, amivel bemutatom, hogy most mi van Tatán, milyen fejlesztéseket indítottunk el, mi az, ami őket kiszolgálhatja, ami az ő érdekeiket, az ő érdeklődési körüket fogja támogatni, például a sportparkok, a játszóterek megújítása, és várjuk az új ötleteket, amivel ők reményeim szerint elő fognak itt állni, például gördeszka pálya, egy ilyetnél nagyon szeretnék, és jó lenne, hogyha ehhez lenne támogatás. Játszóterek, kamaszparkok, sportpályák, egyre inkább azok a szórakozási és kikapcsolódási lehetőségek, amivel együtt tölthetik a szülőkkel az időt. Tehát egy családi program lehetőségének a megteremtése az, ami őket inkább érdekli. Leginkább természetvédelem, környezetvédelem, vízisportok, kerékpározás, ez az, ami őket nagyon foglalkoztatja. A közmeghallgatáson részt vettek a diák önkormányzat vezetői is. A diákokat úgy érzem, hogy főként a sportprogramok érdeklik, őket ez köti le, és mint diák önkormányzat próbálunk minél több lehetőséget rendezvényt biztosítani számukra. Megpróbálom lehetőségeim szerint a legjobban, és tudásom szerint is a legjobban megcsinálni azt, amit elvárnak tőlem. Hatalmas felelősséget érzek magamon, hogy sokak számára mintakép vagyok, példa, ha fogalmazhatok így, és meg kell felelnem nekik. Tata gyermekbarát város lévén próbálja a legkisebbek igényeit is kielégíteni, ezért mindkét fél számára hasznosak az ilyen találkozók. Tudomásul kell venni, hogy amit az ember 50 éves koráig nem csinált meg, azt már nem is fogja. Erre az idézetre cáfol rá Nógrádi Szofi, aki éppen betöltötte az 50-et. A facér 50-es fiatalokat megszégyenítő bátorsággal ugrik a mély vízbe, és egy csapásra változtat életén. Szakács Zsuzsa első megjelent könyve az újra föstve könnyed olvasmány, amit a szerző nem csak 50-eseknek és nem csak nőknek ajánl egy-két vagy több pohár rozé mellé. Nógrádi Szofi egy teljesen átlagos 50 éves nő, akinek a kor tünetét tartalmazza ez a napló. Gyakorlatilag minden életszakaszban, 30-asoknak, 40-eseknek, 50-eseknek van egy tünetcsomagja, amit az élethelyzetekből,
keletkezett érzések adnak. Gyakorlatilag a különbség köztünk az, 50-esek között, akik ugyanazokban az élethelyzetekben vagyunk nagyon gyakran, ugyanazok az élethelyzetek hasonló érzéseket váltanak ki, a különbség csak az, hogy hogyan reagálunk ezekre az érzésekre. Nógrádi Szofi úgy reagált, ahogy a naplójában olvasható, nem itiner, nem jó vagy rossz megoldás az övé, ez az övé. Ami felkiáltójel lehet esetleg Nógrádi Szofi történetében, hogy ha megjelenik az érzés, akkor járjunk utána. Mindenki a saját maga receptjét találja meg, tehát nem életrecept a könyv, mondom, nem jó és nem rossz, hanem tessék, keressük meg, hogy mi az, ami minket boldoggá tesz és kiegyensúlyozottá. Szakács Zsuzsannát, vagy ahogy sokan ismerik Szakit, szerintem a városban nincs olyan ember, mondhatom, aki nem ismeri, mint a TV egyik volt munkatársát, de most egy teljesen más új oldaláról mutatkozik be, mint első könyves írót hívtuk meg és látjuk vendégül, és az egy-egy arapodó nézőtömeg alátámasztja, hogy az emberek kíváncsiak erre az oldalára is. Zsuzsának a stílusa egy nagyon friss stílus. Tényleg megfogalmazza azokat a gondolatokat, gondokat, érzéseket, ami az 50 év körüli korosztályra jellemző, megfordul a fejében, az életében előfordul, és mindezt egy olyan könnyed stílusban teszi, hogy élvezet olvasni, sőt, meg kell gondolni, hogy az ember hol olvassa, mert engem is sokszor hangos nevetésre ingereltek azok a sorok gondolatok, amiket leírt. Nógrádi Szofi élete viszont csak most kezdődik. A három kötetes sorozat második része is készül már. 8 éve várja a Talentum angol-magyar két tannyelvű tagozata az általános iskolába lépő gyermekeket. Első évtől kezdve túljelentkezés van. Az oktatási program beváltotta a hozzáfűzött reményeket. A képzés népszerűsége annak köszönhető, hogy a gyerekek megtanulják használni is a nyelvet, hiszen több tantárgyat is angolul oktatnak. Fontos, hogy azt gondolom, hogy időben elkezdjék a szülők megnézni, hogy Tatán vagy vonzás körzetében milyen oktatási intézmények vannak, milyen lehetőségek vannak. Különböző képességi, különböző irányultságú gyerekeknek azt gondolom, hogy fontos időben megkeresni, megtalálni a helyüket, hogy utána azt a 8 évet tényleg olyan közösségbe tudják tölteni, ahol a legtöbbet tudják kihozni belőle a pedagógusok. Az iskolánk töretlenül most már 25. tanéve alacsony osztálylétszámokkal indítja az egy év folyamán egyetlen osztályát, 16 főben maximáljuk. Úgy gondoljuk és azt hiszük, hogy kis létszámú osztályokban lehet a legjobban odafigyelni a gyerekekre, akkor van a legtöbb idő, és akkor jut a legtöbb figyelem rájuk, és akkor tudunk a legtöbb kapcsolatot és a legtartalmasabb kapcsolatot tartani a szülőkkel. Tehát az idei évben is csak és kizárólag két tannyelvű program szerint tanulnak a gyerekek. Ez nem azt jelenti, hogy a magyaros része az nem fontos, hiszen természetesen az elején kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy mind magyarból, mind matematikából az alapok mélységileg el legyenek sajátítva. Egy nagyon friss eredmény is bizonyítja, hogy nem csak az angol fontos nálunk, hogy tegnap előtt a megyei bójai anyanyelvű versenyen két csapatunk is dobogón állt. Azt gondolom, hogy ez nagyon konkrétan mutatja azt, hogy nem csak az angol fontos, de igen, első osztálytól heti 10 alkalommal találkoznak az angol nyelvvel, minden nap van angol órájuk, angol nyelvi lektor is jelen van a képzésben, és több tantárgyat tanulnak angol nyelven. Ez mellett nagyon fontos nálunk a művészeti jelenlét, az érzelmi nevelés, mind rajzból, mind énekből plusz órákat adunk a gyerekeknek, és minden héten van úszásóra, fontos a mozgás, a szabadidő hasznos eltöltése, egésznapos iskola, amilyen délután a gyerekek megtanulnak, úgy mennek haza, hogy nem visznek haza házi feladatot alsóba, úgyhogy akkor már csak a családdal lehet tölteni az időt. Ma délelőtt az első osztályba lépő szülők ismerkedhettek a két tannyelvű programmal, az osztályban folyó munkával, délután pedig a művészeti iskola grafika és artista tagozata iránt érdeklődő végzős általános iskolásokat várták. 10 fiatalt támogat az idei évben Tataváros önkormányzata. A felsőoktatásban jól tanuló diákok a Városházán vehették át a jutalmat. Erről szól összeállításunkat november 24-én pénteken láthatták adásban. Ahogy azt is, hogy Hartmann Miklós a Széna illata című könyvnek a bemutatóját szervezték a Német Nemzetiségi Múzeumban.
Ugyancsak pénteki híradónkban számoltunk be arról önöknek, hogy nyílt napon várták az érdeklődő nyolcadikosokat és szüleiket a református gimnáziumban, valamint a Bláthy Ottó szakközépiskolában is. Több mint 20 diák nyújtotta be pályázatát az idei évben is az Öveges József tanulmányi ösztöndíjra. A felsőoktatásban kiemelkedő teljesítmény nyújtó fiatalok közül 10 vehették át a jutalmat, amely segítségükre lesz a következő időszakban. Öveges József tanár úr egy fantasztikus ember volt itt a piarista tanárként a városban. Most már csak ugye az emlékét őrizhetjük, illetve a szobrát látjuk, meg most a piarista rendházban kicsi szöveggel ellátott kiállításon ő is ott van. Őróla neveztük el ezt a tanulmányi ösztöndíjat, aminek az a lényege, hogy ezt nem szociális alapon, rászorultsági alapon állapítjuk meg, ahogy a Burza Hungarica ösztöndíjat, hanem itt tényleg az számít, hogy mindenki a maga kicsi szakmájába, vagy nagy szakmájába, amit választott magának, abban milyen előrehaladása van. Nagyon-nagyon nehéz helyzetben vagyunk minden esztendőben, mikor dönteni kell, hogy kik azok, akik ezt az ösztöndíjat elnyerjék. Minden felsőoktatásban tanuló tatai megérdemelne egy ilyen ösztöndíjat természetesen, de ennyit nem tudunk adni, így a legkiválóbbaknak adunk ezen a címen. Én azt remélem, hogy ők mindannyian visszajönnek Tatára. A cél az, hogy valamilyen módon Tatához kössük ezeket a fiatalokat, és az, amit, ahogy tanulnak és amit tanulnak, annak pedig a hasznát már most a tanulmányaik alatt is tudjuk venni. Ezért minden évben megkérem őket, hogy Tatáról írják a szakdolgozatukat, ha tatai témát kutatnak, abban szívesen segítünk. Nyáron a diák munka során jöjjenek vissza, és Tatán olyan helyen dolgozzanak, ami már a szakmáj, leendő szakmájukhoz kapcsolódik. Tehát egy ilyenfajta városhoz kötés, igazi fiatal tatai patriótaság az, amit szeretnénk velük közösen így elérni. Nagyon nagy segítséget tud nyújtani, főleg ugye az utazásban, tehát például Budapest területén a tömegközlekedésnek az igénybevétele az hát eléggé húzós még így diák viszonylatban is, és hát ebben nagyon tud segíteni, illetve az albérletnek a fedezésében egy részében legalábbis. Én most a Zeneakadémián vagyok, zenekar és kórusvezető szakirányon, harmadévesként most fogok diplomázni a jövő héten, úgyhogy ez egy kicsit stresszes időszak, de reméljük, hogy minden a legnagyobb rendben lesz majd. Reményeim szerint valamelyik hivatásos együttesnél el tudok majd helyezkedni. Nagyon szeretnék operákat vezényelni például, de hát ez majd a jövőben kialakul. Az ösztöndíjra minden tatai lakhelyen rendelkező felsőoktatásban nappali tagozaton tanuló hallgató részt vehet, aki a díj adományozása előtt 2,5 évben 4,2-nél magasabb átlagot ért el. Tataváros önkormányzata minden évben meghirdeti a pályázatot. Komárom-Esztergom megye területén jelentős számú német ajkú közösség él. Hartmann Miklós a Széna illata című könyve is egy olyan család történetét dolgozza fel, akik a betelepítés idején érkeztek Magyarországra, azon belül is Tata környékére. Kecskéd, Szágszent, Tata, Komárom nevei újra és újra előkerülnek ebben a könyvben, hiszen ez a család, mikor megérkezik a 18. századi betelepítés idején Magyarországra, akkor ez a könyv gyakorlatilag az ő helykeresésüket, az ő történetüket igyekszik bemutatni. Egy kicsit olyan, mintha egy ilyen szekrény ajtóba karcolt családi memorandum lenne, hogy ezek a rövid információk, hogy mikor született, ki mikor született, és milyen események voltak az adott évben, azok feltöltődnének tartalommal és élményekkel, és egy kicsit erről szól ez a könyv, hogy hogyan történhetett egy családnak a története, úgyhogy jelentőség és fontos kutatás áll neki a hátterében. A most bemutatott kötet azért egyedülálló, mert a témában gyakrabban születnek a történelmi oldalt feldolgozó alkotások, az viszont ritka, hogy valaki regényes formában több történelmi időszakot felülelően örökítse meg családja történetét. Az indítatás az már a gyerekkori élmények összesűrűsödése. Itt éltem a közelben, Tatára még iskolába is jártam. Aztán elkerültem innen Zalába, és mindig foglalkoztatott ez a dolog. Amikor katonáskodtam, és a Fertő környékén láttam a német nemzetiségiek házait, a háború előtti állapotukban még ott álltak, láttam azt a rendkívül fegyelmezett, feszes életmódot,
ami jellemezte ezeket a településeket. Ugyanakkor volt egy közvetlen, rövidebb oka is. A lányom nagy nosztalgiát érzett az iránt, hogy gyerekkorában a nagymamánál falun töltötte a nyarakat, és biztatott, hogy írjak arról az időszakról. Amikor a feleségem elolvasta az első 50-60 oldalt, ő biztatott, hogy adjuk ki. A szerző törekedett arra, hogy az adott korban megjelenő személyek ne csak nevük, születésük és haláluk dátuma szerint legyenek valósághűek, de a kor nehézségeit, az emberek lelki világát is a sorok közé csempészte. Bár arra számít, könyve iránt inkább az idősebb korosztály érdeklődik majd, fiataloknak is ajánlja, akik szeretnék jobban megismerni eleik történetét. Leendő 7-es és 9-es diákok árasztották el a református gimnázium folyosóit. Az intézmény nyílt napon várta az érdeklődőket, hogy bemutatkozzon az iskola választás előtt álló fiatalok számára. A résztvevő tanulók közül már sokan egyértelműen tudják, refisek szeretnének lenni. Egyrészt nagyon sok ismerősöm, barátom van itt, és tényleg, amint mondtam, nagyon barátságos hely, azt mondják róla. Szóval sok jó véleményt hallottam. A nyílt nap az mindig az iskola bemutatkozása az általános iskolások felé. Most is körülbelül 300 vendég érkezett, szülők, diákok. Ezen a napon mi nyitott ajtók mellett tanítunk. Ez azt jelenti, hogy a szülők bemehetnek a tanítási órákra, akár még óra közben válthatnak is. Az a cél, hogy minél több tanárt, minél több tantárgyat, minél több tantermet megismerjenek, megismerjék az egész iskolát, hogy felelősebben tudjanak dönteni. Mi itt a Refiben hagyományos 4 évfolyamos gimnáziumi képzést ajánlunk, illetve van 6 évfolyamos gimnáziumi nevelési programunk is, tehát jövőre is indul 7. osztály és indul 9. osztály is. Egyházi iskola vagyunk, de ez nem azt jelenti, hogy ide csupa angyalok járnak. Ugyanolyan húsvér gyermekek járnak hozzánk is, mint más iskolákban. Az egyházi iskola jelenti azt, hogy a keresztény és a nemzeti kultúra fokozott védelmét, ezeknek az értékeknek a fokozott átörökítését tartjuk elsősorban célunknak. A terveink szerint egy 7. osztályt és egy 9. osztályt szeretnénk indítani, aztán hát majd a jelentkezők számának függvényében a fenntartó dönt, hogy esetleg bővíti a keretet. Nyitott ajtóknál zajlott az oktatás a műhelyekben és a tantermekben is a Bláthy Ottó szakközépiskolában. Az általános iskolák 8-os tanulóit várták, hogy közelebbről is megismerkedhessenek az intézményben oktatott szakmákkal. A kerékcserétől a hegesztési szimulációs rendszeren keresztül egészen a sminkelésig mindent kipróbálhattak az érdeklődők. Hagyományainkhoz híven ugye mi a szakmáinkat mutatjuk meg, nem nyílt órát tartunk, ugye, ahova beülhetnek a gyerekek, hanem inkább abba az irányba mentünk el, hogy kipróbálhassák ugye a különböző szakmai fogásokat, így klímaszerelő, villanyszerelő, vagy szerszámkészítő éppen, vagy hegesztő apróbb fázisokat tudnak a gyerekek most kipróbálni. Ugye az, hogy egy gyerek és a szülő is, hogy tudjon választani, hogy mégis mi lesz az a leendő szakma, amit majd szeretne a gyermekének, ugye ez nagyon fontos, hogy lássa, és így a 8-asok ugye most vannak éppen a pályaválasztás azon szakaszában, amikor majd lassan dönteniük kell, kitölteni a jelentkezési lapot, és úgy gondolom, hogy ebben tudjuk segíteni az ő döntésüket. Mi elsősorban ugye azokat a gyerekeket várjuk és szeretnénk, hogyha jönnének, akik úgy gondolják, hogy a szakma az, ami elsősorban érdekli őket. Ugye azért az iskolának nagyon sok céggel, közel 200 céggel van kapcsolata, ezért mi igyekszünk a munkaerőpiacnak megfelelő szakmákat és képzéseket indítani. És ugye a szülők azért azt látják, hogy mik azok a hiány szakmák, mik azok a képzések, ugye, ami utána biztos megélhetést adhat a gyermekének, és azokat a gyerekeket várjuk elsősorban, akik szakmát szeretnének tanulni. Hiány szakma ugye most, bár még nem jött ki rendeletben, de azért már tudjuk, hogy nagyjából látjuk, hogy a villanyszerelő, szerszámkészítő és hegesztő lesz ilyen szakma nálunk, de mellette ugye karosszérlakatos és hegesztő szakmák is lesznek, amire várjuk a gyerekeket, és természetesen, hogyha megcsinálták ezt a szakmát, akkor több irányú lehetőségük is van, vagy az, hogy 2 évre még itt maradnak nálunk és felkészülnek az érettségire, elmennek ugye esetleg dolgozni, hogyha ők úgy gondolják, hogy ez így
így elég volt, és a munka mellett talán felnőtt oktatásba is visszajönnek, és nálunk tanulnak. Mióta ugye szakgimnáziumi képzés is van, ugye, és most már nem csak szakközépiskolai, hanem szakgimnázium, én úgy gondolom, hogy most már jóval több lehetőséget ad a gyerekeknek az, hogy hozzánk jöjjenek tanulni, mivel ugye, hogyha a gimnáziumi részt vesszük, akkor az általános tárgyakból ugye felkészítjük őket az érettségire, de emellett más szakmai tantárgyból is ugye érettségiznek, így az azt jelenti, hogy az érettségi mellett ugye van lehetőségük az, hogy egy részszakképesítést is elsajátítsanak, és hogyha még egy évet itt maradnak nálunk, akkor pedig technikusi végzettséggel léphetnek ki a munkaerőpiacra. November 27-én hétfőn önök a Tatai Televízió Tallózó című műsorát látták. Adásunkban beszámoltunk önöknek az elmúlt hét legfontosabb eseményeiről. Tallózóval legközelebb egy hét múlva jelentkezünk. Én köszönöm megtisztelő figyelmüket, további szép estét, viszontlátásra!